kilőttek 150-160 balisztikus rakétát Izraelre, ezzel megteremtették annak a eh, hogy mondjam, előjogát, hogy Izrael válaszoljon, és meg vagyok róla győződve, hogy a válaszcsapás az lesz, hogy az összes atomreaktort és eh, eh, olajfinomítót ki fogják lőni. Én is hogy is vannak ilyen, a percet, ilyen apologiátákkal. Én csak azt láttam, hogy a Márki Zaj Péter és a a Gyurcsány Ferenc írták azt, hogy hát micsoda büntet, hogy ja, Magyarország, az... hogy Magyarország e, egy terror terrorszervezetet hozott. Igen, tehát a, a, Magyarország. A, 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 a... De hogy egyet tudok a gondolsz. magyar kormányhoz, má, már ugye azt, hogy egy magyar fedőcéget hoztak létre ennek a pga Ennek miközben van a magyar kormányhoz, azt nem értem. És azt meg, ne, pláne értem, hogy mi az egy szervezet, Ez. Hát, mi az egy titkosszolgál... nem, nem, nem meg, én, én megmondom neked a választ. A Márkizai annyira kretén. Egy civilizációs, vagy legalábbis kulturális léptékekben közelítenék rá erre a kérdésre. Mind a jobb oldal, tehát a, úgy általában nyugaton a jobb oldal, a baloldal és a zsidóság identitás változásáról van szerintem szó. A Youtube-on viszont mindig csak egy jelentősen rövidített, kilúgozott változatot látsz a cenzúra miatt. Ha szeretnél képben lenni a politika történéseivel kapcsolatban, de mindezt szórakoztatóan szeretnéd megkapni, ráadásul egészben szeretnéd látni a műsort, akkor feltétlenül iratkozz fel a Rumble csatornámra. A videó alatti leírásban megtalálod a linket. Ne félj az újdonságtól attól, hogy a Rumble egy új videó megosztó, amit eddig nem használtál. Nézd nyugodtan tovább a YouTube-on a klippeket, a macskás videókat, meg bármi mást, ami érdekel, de ha cenzúramentes politikai tartalmakat szeretnél, használd a rumble is. Én már régóta ott vagyok, téged is várlak. Biztos láttad már rajtam több műsorban is ezt a klasszik Rózsa Sándoros pólót, meg van egy rakat másik a magyar foci válogatotthoz kapcsolódóan, és persze a sok-sok politikai póló, vannak köztük komolyabbak, háborúról, békéről, Magyarországról, vannak viccesebbek Brüsszelről, a Balatonról, Libernyákokról, a fake newsról, van Trump és Orbán, és két teljes ikonsorozat a magyar politika történet legnagyobbjaival. De talán ez a kedvencem. Vagy ez. Vagy ez. Válaszolj is magadnak egyet, vagy ajándékba. www.hobbistawebshop.hu, és köszönjük, hogy a munkánkat is támogatod a vásárlással. Köszöntjük a nézőket a mai vendéges hobbistában, meg a hallgatókat is a hírefemen. A Doppergést ígértem az előző műsorban, és most meg is kapja, mert megérdemli. Köves, lomó a vendégünk, nagy szeretettel köszöntünk, és ahogy végig gondolok az elmúlt műsorunk különböző formációinak, vagy inkarnációinak történetén az elmúlt nagyjából négy éve, te még sosem voltál nálunk, úgyhogy igazi. Különleges és tényleg köszönjük, hogy ideje. Elfogadtad a meghívást, de tényleg, tényleg itt volt az ideje. Beszélgethetnénk általában Izraelről, meg a, a zsidóságról, a zsidóság különböző politikai, mert azért ez egy politikai műsor, a, a politikai helyzetéről a világban, és ez egy nagyon érdekes téma, és azért ne is hagyjuk ki, mert tegnap volt egy konferencia itt Budapesten, a Pro Israel Summit, amin többek között te is részt vettél egy panelbeszélgetésben, de Benjamin Netanyahu fia Skype-on keresztül szintén, ugye azzal a Brian live beszélgetett, aki egyébként a Hír a Trump vagy Harris választási műsorunknak lesz a vendége jövő kedden, hát ez egy a felvételek időpontjai nem mindig fedik a, a kronológiát. Szóval nagyon érdekes dologról beszéltetek, és azért mondom, hogy, hogy beszéljünk majd ezekről, de nem tudjuk megkerülni, nem is akarjuk, hogy azért itt közben olyan szinten felpörögtek az események még a tegnap délutánhoz képest is. Mert akkor, amikor ez a konferencia zajlott, amit nyilván hetekkel korábban, hónapokkal korábban kezdtek szervezni, akkor még senki nem tudta, hogy, hogy, közben felrobbannak a csipogók a Hezbollah vezetőinél. Az már addigra megtörtént, sőt már Izrael szárazföldi támadást is intézett különböző Hezbollah célpontok ellen Dél-Libanonban, de az iráni rakétatámadás az este érkezett. Ez változtat, game changer ez most, hogy, hogy Irán ilyen direkt módon beszállt. Úgyhogy azért ezt már egyszer megcsinálta korábban. Abszolút game changer. Én azt gondolom, hogy a, a game changer kifejezést az tulajdonképpen az egész elmúlt egy évre lehet, és különösen az utóbbi hónapokra lehet mondani. Ugye honnan is indultunk most az elmúlt egy évben? Úgy, majdnem egy évvel ezelőtt, október 7-én a Hamasz megtámadta uh, uh, Izraelt. Uh, 1300 civilt lemészárolt. Um, betört különböző izraeli falvakba, ott nőket megerőszakolt, gyerekeket lefejeztek, és több mint 200 túszt magukkal vittek Gázába. És ugye azt ma már tudjuk, hogy itt ez egy nagyobb terv része volt, ez a nagyobb terv úgy nézett volna ki, hogyha a Hamasz vezetői féken tudják tartani magukat, akkor ez úgy néz, és fegyelmezettebbek lettek volna, akkor ez úgy nézett volna ki, Isten Menz, hogy a Hamasz és a Hiszbala egyszerre végezett volna ilyen támadást, a Hamasz délről a Gáza határáról, és a Hiszbala pedig a Libanoni határról, és mindeközben Irán háttér támogatásával. Még jobb lett volna az, már az ő szempontjukban, hogyha ekkor Iránnak már van nukleáris fegyvere. Ugye ezzel valóban Izrael létét, egzisztenciális létét lehetett volna hát... Bocsáss meg, hogyha, hogy félbeszakítok, de ez, ez egy reális elképzelés, hogy a Hamas és a Hezbollah, vagy a Hamas és Irán, mert azért ők Alapvetően utálják. Persze van egy közös ellenség, Izrael, ami egyesíti őket, de, de ugye az arab világban nem ennyire egyértelmű ez az ellenségem, ellensége a barátaim, mert a szunniták, meg a, meg a síták annyira gyűlölik egymást, hogy sokszor még jobban gyűlölik egymást, ez mint bárki más. És hogy a Hezbala az egy abszolút síta szervezet, és tulajdonképpen a Hezbala azért nagyon fontos ö, szereplő ebben, mert a Hezbalának egy. Történelmi szempontból is szimbolikus jelentőség van. Ugye a síták, nem vagyok arab, vagy nem vagyok iszlám szakértő, de talán a, az átlagos magyar rádióhallgatónál kicsit jobban értek a dologhoz. Tehát a, a síták és szuniták közötti verseny, e, 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 vagy konfliktus, az egészen az iráni forradalomig, tehát 1979-ig, ezer éven keresztül úgy nézett ki, hogy a sítáknak a filozófiája az volt, hogy mi vagyunk a kisebbség, nekünk meg kell magunkat húzni, és imádkoznunk kell, hogy eljöjjön a megváltás, és akkor majd a mi igazságunk került elítékre. És aztán, amikor Hameini az iráni forradalom, az iszlám forradalom majd tulajdonképpen megteremtette az első síta államot, és megkérdezte... Komeini ajatolla. meini minket... a mostani Én Bocsánat, ajatolla. Komeini, elnézést, mindig... E, e... Hát, majdnem ugyanaz. E, igen. De mindesetre, tehát amikor megteremtette az első síta államot Iránban, akkor azt is megkérdette, hogy ez a siának a az elterjesztését is magával kell hozni, és ennek egy első, és tulajdonképpen a mai napig egyetlen Iránon kívüli szereplője, aki fegyverrel... E, tulajdonképpen egy államot az államban létrehozott Libanonban, az ottani síta kisebbség ére, é, élére állva, az e, a Hezbollah volt, aminek a vezetője, a szimbolikus és, és e, nagyon karizmatikus vezetője volt az a Hassan Nasrallah, akit 30 éve nem tudtak likvidálni. Most, e, e, tehát a Hezbollah, vagy a Hezbollah és Irán az abszolút egy, egy társaság. Az, hogy a Hamasz e, az utóbbi években a Irán proxy szervezete lett, az annak köszönhető, hogy a szunita államok mind-mind kezdték, kihátráltak, ki, ki, kihátráltak mögüle, és igazából a Hamaszon belül is egy vita volt az, hogy mi szuniták összeállhatunk-e e, a, a, a síta állammal, de végül is az az irány, a, a Sinoár által vezetett irányvonal és e, a Hani által vezetett irányvonal győzött, amelyik azt mondta, hogy igen, és a Hamasz e, pénzelve, irányítva, stratégiában, mindenben irány, Iránnal volt irányítva. Tehát ez lett volna a terv, hogy Izraelt így elfoglalni, és ez Iránnak nem csak azért lett volna fontos, mert akkor a zsidó államot és a, a zsidó államot, mint egyrészt zsid, a, zsid, a, zsid, a judaizmus és az iszlám egy, egy ilyen ellentétében úgymond legyőzte egy volna, és... hanem öm, hanem úgymond a nyugati államnak az, elő, az ő szemében előretolt bástyáját is legyőzte volna, és ezzel a szunitákkal szembeni ö, ö, mérleget tudta volna kibillenteni a saját javára. Tehát igazából, akik most a legboldogabbak, azok valóban azok a szunit államok, leginkább különben ez az öböl. Szaudarábia eh, Szaud vezető. Szaudarábia -Szaud és az Emirátusok, akik a legboldogabbak, de különben Szíriában, természetesen Libanonban, Jordániában is lehet ünneplő. Arabokat látni, akik olyan táblákkal állnak, hogy köszönjük Izrael. Különösen én az E. Különben. Igen. Gerta... Ezt, miért nem múl, ezt azért beszéló, de, nem annyira mutatja de, de, a nemzet. De, de a de Tejúdban a különböző negyedek eltérő módon ünnepeltek. Tehát az egyik ünnepelt a sét a terroristának a likvidálását, a másik ünnepelt, hogy Izraelt megrakétázta Irán. De azért, hogy mindenki boldog volt, talán, <síthat> talán a drúzoknál nem volt semmi különös ünnepség. De, én azt gondolom, hogy a drúzok is nagyon boldogok de különben, amit ugye erről érdemes tudni, az az, hogy a Hezbalát azért is külön utálják abban a régióban mindenki, aki nem síta. Ugye a Libanont a Hezbala verte szét. Ugye Libanon ez erről, egy ilyen... erről bővebben de, is. de, De, még akkor még bővebben az, hogy a szíriai eh, polgárháborúban, az Assad elleni szíriai polgárháborúban tulajdonképpen Oroszországon kívül a Hezbollah játszotta azt a főszerepet, amivel leverték ezt a felkelést, a, a, és, és, és borzasztó kegyetlenül verték le, és ezért ma nagyon sokan örülnek Szíriában, hogy, 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 hogy vége. Igen, a a Szíria még vége. bonyolultabb, mert ugye Assad ráadásul nem is sita, nem is szunita, hanem alavita, a legkisebb, de, ő, de ő, ő van hatalmon. Tehát Szíria az egy, az egy nagyon érdekes történet. egyébként én a háború előtt jártam ott, én jártam Libanonban, ugyanazzal a, van hmm. a, a körben, egy évvel a háború előtt, és Libanon az egy az tényleg egy fantasztikus ország. Tehát nekem a top háromban bennem van. imádom, ahogy ott vezetnek, amit az egész világ retteg a liba libanoni vezetéstől. Szerintem annál jobb dolog nincs, mint hogy mindenki tudja, hogy az erősebb kutyáé a nőstény, hogy nagyon finoman fogalmazok, csak azért, mert csak egy vallási vezető van a körünkben. De hogyha, és ezt mindenki el is fogadja. Tehát igen, nem könnyű Libanonban vezetni, de ha elfogadod azt, hogy aki, aki akar menni, az megy, már pedig menni fog, és te nem tudálsz neki, meg rázod az öklödet, hanem elfogadod, hogy ő siet, meg nagyobb kocsija van. Szép, akkor tökrend, semmi, sokkal hát, kevesebb. tudod, ketyeg az autóban, oda kell Meg sokkal kevesebb baleset van. E -hát, Ukrajnában sincs másképp, amúgy, akinek nagyobb autója van, akkor igen, elősőbség. hát ez egy kereten általában így van. igen, hát, igen volt, De mindig a minden, minden azt írják, hogy Libanonban vezetni életveszélyes, és nem tartják be a szabályokat, tehát egész kereten nem tartják be, ez így van. De Libanon szerintem ilyen szempontból, mert ott viszont elfogadják, hogy oké. És ez, ez, de ez, csak egy kis de azért ez eszebbre mutat, mert ez mutatja, hogy Libanon, az az arab világnak mindig is úgy nem véletlenül nevezték kelet svájcának de egy ilyen, hát már már szinte az arab, arabhoz széphoz képest széphoz pláne, tehát a, a, az iszlámhoz képest pláne egy hedonista világ, ahol az emberek szeretik jól érzni magukat, nyilván amiatt, hogy Libanon nagy része valaha keresztény volt, aztán most már ugye megfordult a demográfia jelentősen, mert ahogy a pincér is mondta, hogy ők ketten vannak, tehát, és ők a szomszéd hasszánék meg heten, tehát ez egyértelműen okay. megváltoztatja az arányokat, de azért még, mégis meg Libanonban van hagyománya annak, hogy, hogy szeretnek élni, és ez nyilván nem csak a hedonizmus jelenti, hanem egy sokkal szabadabb, felszabadultabb, kicsit ilyen leszéfer világ, aminek hát az is része, hogy évtizedek óta gyakorlatilag nincsen kormány Libanonban. A polgárháború az hál' Istennek véget az se tartott kevés ideig, de amióta véget ért a polgárháború, voltak olyan libanoni kormányok, amelyek mondjuk az országnak talán több mint 50 át valamilyen szinten a befolyásuk alatt tudták tartani, de inkább az jellemző, hogy nem, és a Hezbollah egy ilyen valamilyen állam az államban mondanám, nem csak, hogy szerepet, de lassan már funkciót is betölt, és nagyon jó Izrael szakértőktől hallottam ezt, hogy, hogy Izrael ezzel a, a Hezbollah elleni mostani csapásokkal, ugye a csipogó felrobbantásokkal, de a katonai művelettel is egészen fantasztikus, és senki által nem várt dologra volt képes, hogy meggyengítette az egyébként nagyon erős Hezbollát, de úgy, hogy katonailag gyengítette meg, és a, a polgári, ö, hát a, a, a Hezbollah szerepét a libanoni polgári közigazgatásban azt nem rázta meg, ami azért fontos, mert hogy Libanonban nincsen polgári közigazgatás, tehát tetszik vagy nem tetszik, de a Hezbollára polgári szempontból azért van szükség, hogy Libanonban ne legyen totális káosz, ami nyilván Izraelnek nem érdeke, és ezért nagyon ügyesen, nagyon célzottan, precízen sikerült a Hezbollah katonai vezetését gyakorlatilag lefejezni, és a katonai kapacitásokat úgy meggyengíteni, hogy közben azt a, azt a fajta rendet, amit az a libanoni állampolgárok körében a Hezbollah politikai rész szárnya fenntart, azt nem bántotta Izrael. Ez, ez nem, én nem jártam Libanonban, tehát ilyen első kézből való tapasztalat, neked nincsenek azt viszont szerintem ennél sokkal többről van szó, és akkor itt még visszautalnék arra, amivel kezdted, hogy ez game changer, mi a game changer, tehát mi az, ami itt most alapjában váltszik meg. Ugye a Libanon az egy olyan állam, ahol csak kisebbségek vannak, tehát nincs egy olyan etnikai vagy vallási közösség sem, aki a többség lenne, és valóban mondjuk 50-60 évvel ezelőtt a keresztény arabok voltak a legnagyobb kisebbség. Ma a síták a legnagyobb kisebbség, ők kb. 40 és ők élnek különben, ha valaki ránéz egy ilyen etnikai térképre, akkor Libanonnak The a, déli, részén, Malbek. illetve a keleti, keleti, keleti Szíriával határos részén. Jelen pillanatban körülbelül 1 millió, 1 millió menekültek el, ezeknek a nagy része Dél-Libanonból, tehát ha gyakorlatilag kiürült teljesen az Izrael határos Dél-Libanoni rész, és egy részük pedig a Beirutnak a Dahja negyedéből, ami ugye a síta negyed. ők, és ők hova menekülnek? Itt Lézlem, Szíriába? Mert ez nagyon vicces. tehát fú, a másik fú, síta a területre, és nagyon sokan Szíriába, ami teljesen abszurd. De abszurd ez, ez, ez abszurd. És ugye, mi ebben a különösen abszurd, hogy egy pár évvel ezelőtt fordítva, fordítva volt. volt, és mi történt akkor? ugye Szíriából menekültek Libanonba, most a libanonok menekülnek Szíriába, és ugye olyan filmeket is lehet látni, kis videókat, ahol a keresztény vagy drúz libanoniak tűzzel védekeznek, hogy a síták hozzájuk ne jöjjenek be. Én azt gondolom, hogy itt lesz a etnikai és Én nem gondolom, hogy ez a másfél egy másfél millió ember vissza fog menni oda, ahol volt. És ez alapjaiban megváltoztatja szerintem Libanonnak a jövőjét is. Az a káosz, ami leginkább a sita kisebbségnek volt köszönhető, hogy ők próbálták erőszakkal átvenni a hatalmat, és megbontani azt a, azt a nagyon finom egyensúlyt a különböző kisebbségek között, ami korábban volt, az talán most mindent megváltoztat. De ami a legfontosabb, hogy ez az egész, az iráni a forradalom által képviselt vonal, azzal, hogy ki lett ütve a Hamasz. Most ki lett ütve a Hezbal, azt, hogy a Hamasz ki fogja ütni Izrael, azt azért nagyjából nem. Azt lehet. már látszik, igen. Azt, hogy a Hezbollah így ki fogja ütni, én nem akartam elhinni, amikor Na, akkor, halottam, akkor ezt is meglepett. A, hogy, 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 a Nasrallát e, e, kivégezték és nem csak a hanem a teljes, ahogy mondtad, a teljes katonai vezetés. Három ezer ember, akiknek mindegyike valamilyen katonai funkciót látott el, fogta a kezében ezt a pager ezt a bipert, amire az volt, jött egy üzenet, hogy na szerintet, kieszkalálta a háborút, boom, fölrobbant, és az egyiknek a szemét ütötte ki, a másnak a kezét. De ezek mind ki lettek ütve, és a, a következő. Még a zsebében volt. A zsebében, volt. és akkor nem Ez mondjuk, jelentős, hogy igen. Jelentősen csökkentett a terrorszervezet potenciáját. Igen, hát a demográfiai szempontok is itt előkerülnek, és én biztos vagyok benne, hogy tulajdonképpen azzal, hogy tegnap este, Irán. Nem nagyon volt más választásuk szerintem. Tehát a, két hát a hazai közvéleménynek igen, mindenképpen kellett. Kilőttek 150-160 balisztikus rakétát Izraelre, ezzel megteremtették annak a hogy mondjam, előjogát, hogy Izrael válaszoljon, és meg vagyok róla győződve, hogy a válaszcsapás az lesz, hogy az összes atomreaktort és olajfinomítót ki fogják lőni, és ezzel a síták Visszakerülnek abba a pozícióba, ahol voltak nagyjából 50 évvel. 50 évvel ezelőtt, és ez történelmi szempontból a szunita-sita versengésben óriási jelentőség, jelentőség. egy vagy valódi vagy jelentős. game changer, következő lépés, hogy a szuniták tulajdonképpen a zsidóknak hálásak, hogy, 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 hogy a legnagyobb ellenséget iránt kivégzik, és a közel kettő, amit te, te mondtad, a vezetés. kapcsán, Aki a legerősebben vezet, az a főnök, és az, hogyha Izrael ezzel megmutatja, hogy tulajdonképpen ő az, aki át tudja rendezni a dolgokat a közelkelten, ezzel eljön egy közelkelti béke, a szuniták ki fognak egyezni Gyakorlatilag ugye a szaudi-izraeli béke, ami már elő volt készítve Trump alatt, pláne ha esetleg Trump lesz az elnök, akkor azért ez véletlenül nagyon hamar meg is történik ennek tükrében. Elég optimista ez a forgatókönyv. Hát a zsidók mindig optimisták, és ebben az elmúlt egy évben szükségünk volt erre az optimizmusra, mert azért az egy évvel ezelőtti helyzet, amikor láttuk azt, hogy, ahogy GoPro kamerákkal filmezik, hogy hogy sütnek meg kisbabákat a sütőből, meg hogy erőszakolnak meg nőket, azért azt szerintem mindenkiben elég elnyomta az optimizmust, bennünk zsidókban meg különösen mert olyan képeket ébresztett ez föl valahol nagyon mélyről, nem is olyan mélyről, amikre azt gondoltuk, hogy elképzelhetetlen, különösen Izraelben. Tehát az a kiszolgáltatottság az ami ugye hasonlított nagyon a nácikkal szembeni kiszolgáltatottságra, arra nem gondoltuk, hogy ez, ez visszajöhet. És ezért a morál szempontjából is borzasztó fontos az, én azt gondolom, hogy a zsidók morálja szempontjából is, de úgy általában a civilizált világ szempontjából is, mert hogyha megnézzük, hogy azok a másnap, október 8-án, a támadás követő másnap, Százezrek mentek ki Berlin, Brüsszel, London utcáin, és ordibálták azt, hogy halálos a zsidókra, a zsidókra és halál Amerikára. Bocsánat, hát már Greta Thunberg is pályát váltott, és már Igen. Greta Thunberg is, aki eddig a környezetvédelem mellett kampányolt, az most egy dízelmotoros, platós autón húzott hangszórókkal kiabálja azt, hogy, hogy show the power, show the nem tudom és ezt nem, ezt nem Izraelnek szánja, tehát hogy ezt, ez a palesztin Arafat kendővel a hátán teszi ennek a... Hát az a jó, hogyha a Greta Thunberg valami mellé oda teszi akkor a akkor tudjuk, hogy abbot... akkor tudjuk, hogy az, az mind a... morálisan, mind, mind, pedig vállalhatatlan, az egy vállalhatatlan és valószínűleg egy sikertelen projekt, tehát nagyjából uh, Szerintem ez egy, ez, egy, ez egy pozitív jel. Mindenesetre én, én, én abszolút optimista vagyok és és ebben nagyon mély, civilizációs, kulturális fejleményeket is vélek felfedez. Én például, amikor voltam, csak még ha engednek, hogy a te e, e, turisztikai élményeidről beszámoltál, akkor én is számoljak be arról, hogy három évvel ezelőtt nem sokkal az emirátusokkal kötött Ábraham e, békeszerzés után jártam e, e, Dubajban, és nem tudtam nem észrevenni, hogy a dubai arabok azok kulturálisan a viselkedésükben, a, 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 az, a, a megjelenésükben mennyire hasonlítanak az izraeliekhez. Itt van valóban, ugye az, ne felejtsük, az izraelieknek a többsége ma az keleti zsidó, eh, szefár zsidó. Nagyon érdekes és fontos téma, amiről nap a konferencián is volt szó, sőt, ső, te magad is említetted, ami nekem már hónapok óta állandó vesző paripám, és, és imádom különböző beszélgetéseken felhozni, hogy az amerikai zsidóság, sőt, hát már évekkel korábban is cikket is írtam erről. Én, 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 ez nagyon fontos. De hogy, hogy tényleg látunk egy folyamatot, most már évek óta, ami zajlik a Amerikából indulva, Nyugat-Európát is már elérte, Magyarország, a magyarországi zsidóság körében, és erről is beszéltétek nap, ez a folyamat még nagyon gyerekcipőben járt, hogy rájönnek, hogy hogy a, a jobb oldal egyáltalán nem antiszemita, egyáltalán nem ellenség, nem kell félni, tőle ellenben a baloldaltól nagyon is kell félni, mert ha, ugye a régebben ezt mondták, hogy ugye valóban létezik a, a, antiszemitizmus a jobb oldalon, egy ilyen verbális antiszemitizmus, ami főleg zsidó viccek ö, hangoztatásában Mind merül mindenki ki. Mindenki sokat változott, tudod, Ez a mostani, szabadságpárt ellen, mostani szabadságpártnak az a, a legnagyobb, hogy 20 évvel ezelőtt miket csináltak ja, a igen. Igen, de Igen, de hogy a baloldalon egyébként ott pedig egy... Egy fizikai antiszemitizmus létezik régóta, hát a nyugat-európai zsinagóga felgyújtások, a, a francia asszony kidobása, az emeleti erkéről. Tehát ezek mind olyan gyakorlati megnyilvánulásai ennek, és hogy szép, lassan a az amerikai zsidóság, és azért mondtam, hogy az ortodox zsidóság ebben élen jár, hogy egyrészt a, hogy mondjam, a közös bibliai gyökereknek a megtalálása is nagyon fontos ebben, de egy teljesen pragmatikusan lát, lát, látja, hogy mit mire számíthat a jobb oldaltól, mit képvisel a jobb oldal, és mit képvisel a bal oldal, és ez olyan, olyan oda, odaig jutott ma már Amerikában, hogy te, te egy általános ö, ö, helyzetet vázoltál felén, konkrétan a New Yorki, mert erről volt egy felmérés egy-két hónappal ezelőtt, hogy a New York állami zsidóság ma már 50-49 arányban Trumpra készül szavazni, ami öt évvel ezelőtt is elképzelhetetlen lett. Uh -huh. Itt, uh -huh. ha megengeditek, akkor egy kicsit hosszabban. Van annyi Tudom, időnk. Mennyi időnk van, de egy kicsit hosszabban válaszolni erre a kérdésre, és itt is egy civilizációs, vagy legalábbis kulturális léptékekben közelítenék rá erre a kérdésre. Mind a jobb oldal, tehát úgy általában nyugaton a jobb a baloldal és a zsidóság identitás változásáról van szerintem szó. Tehát, hogy megnézzük, azt mondod, hogy jobb oldalon nincs antiszemitizmus. Én ezt azért. Nem azt mondom, e, hogy nincs, hanem. E, egy kicsit wishful thinking, tehát e, azt nem gondolom, hogy nincs, de egy jelentős identitás változás van például a magyar jobb oldalon. Mert Magyarországon mit jelentett jobb oldalinak lenni 20-25 évvel ezelőtt? E, ugye minden identitásban vannak fontos szimbólumok, és Magyarországon 20-25 évvel ezelőtt jobboldalinak lenni, az mindenképp magával, az, az milyen szimbólumok tartoztak ide, Nagy-Magyarország, a Horthy-korszakhoz való viszony, és az a, az a nostalgia amivel a Horthy-korszakra, vagy a Horthy-korszak törekvésére, mint a Nagy-Magyarország visszaállítására gondoltak az emberek. Ugye ebben nem feltétlenül volt antiszemitizmus, de értelmeszerűen.